Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Horváth István képviselő úr már köszöntött mindenkit, de engedjék meg, hogy nagyon röviden én is nagy szeretettel üdvözöljek mindenkit. Örömteli, amikor egy ilyen fantasztikus teltház előtt egy illusztris vendéget köszönhetünk. Úgyhogy én is csak a hálával tartozom, miniszter úr, hogy elfogadta a meghívásunkat. És ahhoz, hogy ne húzzuk az időt, hiszen érdekes témák vannak napirenden, én el is kezdeném talán. Egy bevezető mondatot engedjenek még meg nekem. Egyszerűen csodállyal vagyok miniszter úrnak, mert az a munkabírás, amivel ő rendelkezik, és az a tempó, melyet diktál, hát mindannyian tájékozottunk, ugye, hogy tegnap előtt Japán, tegnap Jordánia, ma pedig szexárd. Én azt gondolom, hogy egy ilyen sűrű program, ami helyet kaptunk, ez nem akármilyen megtiszteltetés. És hát, ahogy látjuk, nagyon sokan kíváncsiak a most következő témákra, és természetesen a városunk életét befolyásoló hírekre, információkra. Miniszter úr, enged meg nekem, légy kedves, hogy első témaként, felvetésként induljunk a világpolitikából. A kérdésem igazából az lenne, hogy mi a meglátásod? Világháború küszébén állunk-e? Mi a meglátásotok az aktuális orosz-ukrán háborúban? Látható a vége? Mennyire valós a veszély, hogy ez a probléma még jobban eszkalálódik? Jó napot kívánok mindenkinek! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, megtisztelő, hogy ezen a délutáni órán is megtöltötték a térség legnagyobb művelődési központjának legnagyobb termét. Köszönjük, hogy eljöttek. Itt amíg kedves képviselő hallgattuk, és szemre vételeztem a mögöttünk lévő zászlókat. Először is meg kellett állapítsam, hogy fantasztikus jelöltjeink vannak tehetséges urak, tehetséges hölgyek. Aztán kicsit meg is tévesztettek ezek a zászlók, mert azt hiszem, hogy olyan erősek vagyunk, hogy négy polgármester jelöltel szállunk küzdelembe. Aztán rájöttem, hogy a narancssárga sávot is el kell olvasni. Ezt megtettem, akkor azt hittem, már csak két jelölt van, de aztán rájöttem, hogy mindkettőn az Attila van, úgyhogy... Uh, uh, és uh, az, azt javaslom, hogy a kampányban majd, erő, majd egyszerűsítsünk. Uh, és itt uh, a szexárd jelölteket reklámozzuk, és azokat is egyszer. Uh, és hogy elég lesz egyszer az Atilára uh, szavazni, de ha de mindenki szavazzon egyszer rá, azt szeretném kérni uh, tisztelettel, és uh, jól uh, sikerült, úgy látom. Uh, kiegyensúlyozottan összeállítani a jelöltjeinket is, mert hogyha most ott jól számoltam már a zászlókat, akkor öt hölgy és öt úr indul. Remélem, hogy mindenki ebben a városban is nincs közte duplikáció. Úgyhogy azt hiszem, hogy a csapat felállítása jól sikerült. Az első nagyon fontos lépést a győzelem felé megtettük, úgyhogy már csak néhány nap vagy hét van hátra addig, hogy a sikert is behúzzuk. No, de ha jól értem, akkor nem a zászlók értékelése volt a kérdés, azt csak így önszorgalomból végeztem el, hanem inkább a szomszédunkban kialakult helyzetről várnak tőlem, hogy mondjak valamit. Hát először is azt szeretném elmondani önöknek, hogy ma már nem lehet elég drámai kifejezést választani akkor, amikor a szomszédunkban uralkodó helyzetet kell leírnunk. Ugye mi most már két és fél éve élünk egy háborúnak a szomszédságában. És amikor azt mondom önöknek, hogy két és fél éve sikerül kimaradnunk ebből a háborúból, akkor az a bajom ezzel a mondattal, hogy ez így nagyon könnyen hangzik. De a helyzet az, hogy két és fél éve nap mint nap kellett és kell megküzdenünk azért, hogy ez az ország, Magyarország kívül tudjon maradni a háború. Ugyanis nap mint nap Ér minket olyan nyomásgyakorlás, amelynek a célja az, hogy minket is belenyomjon, belepréseljen a szomszédunkban zajló háborús cselekményekbe. Ugyanis azzal, hogy 2022. áprilisában a magyar emberek hoztak egy világos döntést háború per béke vonatkozásában, az egy világos feladatot és utasítást adtak a magyar kormánynak, arra nézvést, hogy minden ideg arra kell, hogy koncentráljon, hogy ezt az országot kívül tartsa a háborún. Ez nem könnyű. Nagyon nem könnyű, ugyanis itt Európában majdnem minden erő, az erő vonalak döntő többsége abba az irányba mutat, hogy ez a háború terjedjen ki. Ugye érdemes megnézni ennek a háborúnak a természetét. Itt ugye egy nukleáris hatalom, egy nukleáris szuperhatalom és egy szomszédos ország közötti háború bontakozott ki. Az európai politikai döntéshozók, de mondhatnám azt is, hogy az észak tehát nagyjából a NATO térség politikai döntéshozói, azt a stratégiai döntést hozták meg az elején, hogy ezt a háborút nem visszaszorítják, nem izolálják, hanem elkezdik globalizálni, és jó néhány európai politikai vezető belelovalta magát abba az érzésbe, hogy ez az ő háborújuk is, hogy ők is háborúban állnak, és hát hogyha ők is háborúban állnak, akkor nekik nyerniük kell. Itt történt az első és legfontosabb stratégiai hiba. A második stratégiai hiba pedig ott történt, amikor az európai politikai vezetők megpróbáltak versenyre kelni az Egyesült Államokkal, egy olyan versenyre, amelynek az a neve, hogy ki segít többet Ukrajnának, ki szállít több fegyvert Ukrajnába. Na most szerintem nem okoznak köztünk nagy vitát, ha azt meg akarnánk beszélni, hogy vajon logikus dolog-e a világ első számú katonai szuperhatalmával versenybe bocsátkozni fegyverszállítások tekintetében. És a harmadik stratégiai hibaként pedig az európai politikai döntéshozók egyszerűen nem mérték fel azt, hogy ennek a háborúnak a megtámadott országon kívüli legnagyobb vesztese maga Európa. Viszont ha Európa vesztese, akkor a többiek meg relatíve nyernek ehhez képest. És nem biztos, hogy aki kívülről arra inspirálnak minket, hogy minél hosszabban húzódjon el ez a háború, azok jó szándékból teszik, és nem inkább abból a szándékból, hogy az nekik úgy jobb lesz. Tehát ezek a stratégiai hibák oda vezettek, hogy az európai döntéshozók egy jelentős része sajátjaként éli meg ezt a háborút, holott ha önök megnézik, hogy mi történt, akkor azt látják, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. De Oroszország nem támadott meg más európai országot, hanem Ukrajnát támadta meg. Tehát amikor Ukrajna harcol, ami hősies és tiszteletre méltó, akkor saját magáért harcol. És ne engedjünk annak a percepciónak, annak a csábításnak, hogy azt mondjuk, hogy hát Ukrajna értünk harcol, mert nem értünk harcol, mert minket nem támadott meg senki. Európa, a NATO nem áll támadás alatt. És Európa, a, bocsánat, a demokráciát Ukrajna nem védi, mert Oroszország nem azért támadta meg Ukrajnát, mert annak milyen a politikai berendezkedése, vagy milyen a mi politikai berendezkedésünk, hanem egész más okok miatt. És ilyen mi történik? Ilyen több száz milliárd eurónyi fegyver szállítására került sor. Na most nézzük meg, hogy ennek mi a hatása. Ugye, ezt a háborút, azt hiszem, hogy ezt is nagyobb vita nélkül most már ki lehet jelenteni, egyik Háborúzó fél sem nyerheti meg. És ennek szerintem elég egyértelmű okai vannak. Ukrajna nem tudja megnyerni ezt a háborút, egyrészt azért, mert egy nukleáris szuperhatalommal szemben nem lehet háborút nyerni, másrészt pedig nem tudja megnyerni ezt a háborút, mert az elmúlt két év összes pénzügyi és fegyverszállítási támogatása arra volt elegendő, hogy lelassítsák az oroszok előrejutását. De emlékezzünk a nagy beharangozott ellentámadásokra, a nagy beharangozott terület visszafoglalásokra, semmi nem lett belőlük. Tehát mind a tények, mind a tapasztalat azt mutatja, mind ennek a háborúsnak a struktúrájából fakadó törvényszerűségei azt mutatják, hogy ezt a háborút Ukrajna nem tudja megnyerni. De Oroszország sem tud átütő győzelmet aratni, egyszerűen azért, mert a nyugatiak által Ukrajnába hordott fegyverek, azok mindig elegendő erőt jelentenek arra, hogy az ilyen nagyobb előre nyomulást meg tudják állítani. Mindig van mozgás a fronton, pár száz méter, vagy akár egy kilométer is, de, de a nagy áttörés nincsen. Na most, ha egyik fél sem tudja megnyerni a háborút, akkor mi történik valójában? Hát a fegyverszállításokkal csak a háborúban jelenlévő fegyverek mennyiségének növelése történik. Mert az, hogy az európaiak, amerikaiak odaviszik a maguk által átadott fegyvereket, azzal azt idézik elő, hogy az oroszok odaviszik a saját maguk által legyártott, vagy ki tudja honnan beszerzett fegyvereket, mindig nagyjából ugyanannyit, vagy kicsit többet, mint amit az európaiak adnak az ukránoknak, és megmerevedik a frontvonal, de folyamatosan lö lövik egymást. Tehát a minél több fegyvert szállítanak az ukrajnai frontvonalba, annál több ember fog meghalni, annál nagyobb lesz a pusztítás annál drámaibbak lesznek a következmények. Tehát, hogyha fegyverekkel nem lehet véget vetni ennek a háborúnak, mert ez most kiderült, fegyverekkel nem lehet véget vetni a háborúnak, két és fél éve ez világos, azt hiszem mindenki számára, akkor hogyan lehet? Hát csak tárgyalásokkal lehet véget vetni. És innentől kezdve nem az a kérdés, hogy kell-e, hogy legyenek tárgyalások, hanem szerintem az a kérdés, hogy mikor lesznek tárgyalások. És a világnak azzal a felelősséggel, a háborúpárti részének, a világnak azzal a felelősséggel kell szembesülnie, hogy minden egyes nappal, amivel később kezdődnek tárgyalások, annál többen halnak meg. Minden egyes nap százas, ezres nagyságrendben esnek áldozatul emberek ennek a háborúnak. Tehát mindaddig, amíg nem kezdődnek a tárgyalások, addig emberek fognak meghalni. Na most. Ugye az európai kollégák egy része azzal érvel, hogy most a feltételek nem adottak ahhoz, hogy az ukránok oda üljenek az asztalhoz. Hát a helyzet az, hogy lehet, hogy nem adottak, de hogy ennél jobbak nem lesznek, az biztos. Sőt, minél több idő telik el, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy még ennél is rosszabb feltételek kerülhetnek az ukránok asztalhoz. És itt nem, elsős, nem csak arra gondolok, hogy mondjuk az oroszok visszábnyomják őket, vagy nagyobb lesz a pusztítás Ukrajnában, hanem arra, hogy hogy egy idő után már nem is biztos, hogy lehet tárgyalásokról beszélni, mert van itt két elementáris erejű kockázat. És ez a két elementáris erejű kockázat, ami gyakorlatilag mindennek véget vet, szó szerint, az sajnos azt kell mondani, hogy a velünk szövetséges nyugat-európai politikusok egy részének őrültsége miatt áll küszöbön. Ugyanis két Egészen őrült ötlet merült fel az elmúlt időszakban. Az első ugye arról szól, hogy küldjenek az európaiak szárazföldi csapatokat harcolni Ukrajnába. A másik őrült ötlet pedig, vagy fantázia, az a nukleáris fegyverek bevetéséről szól. Most pontosan tudjuk, hogy ha európai szárazföldi csapatokat küldenek Ukrajnába, és ott ezek az európaiak fizikailag megütköznek az oroszokkal, akkor az egy direkt konfrontációt jelent a NATO és Oroszország között, aminek a következménye pedig a harmadik világháború azonnali kitörése. Még ennél is rosszabb, amit a nukleáris fegyverek bevetésével kapcsolatban fantáziál néhány nyugat-európai vagy más európai vezető, ugyanis mindkét oldalon ezres nagyságrendben vannak nukleáris robbanófejek amiből nem kell ezer, egy is elég ahhoz, hogy itt aztán zárójelbe tegyen mindent, és megsemmisítse az élet lehetőségét a Földön a következő, én nem tudom milyen hosszú időszakra. De a helyzet az, hogy, hogy látszik, hogy itt a kimondott szavaknak sokkal nagyobb súlya van, mint azt egyesek gondolnák, mert elkezdtek az európaiak nukleáris háborúról fantáziálni, az oroszok meg elkezdtek gyakorlatozni a taktikai atomfegyverekkel. Na most itt a kérdés az, hogy ez kinek kell? Vagy miért, miért Csinálnak ilyet elsőre kívülről intelligensnek, képzetnek, stratégiai gondolkodása alkalmasnak tűnő emberek? És itt szerintem egyértelmű a válasz. A helyzet az, hogy az európaiak, az európai politikai vezetők elrontották a háború kezelésének mikéntjét. És úgy rontották el, hogy ez nem egy filozófiai kérdés az európai emberek számára, hogy ez jó volt-e vagy rossz, hanem a mindennapi élet szintjén érezhető hatása van. Annak, hogy az európaiak elrontották a háború kezelését. Mert gondoljanak bele, hogy, hogy mi történt csak az európai gazdákkal. Hogy mi történt az európai energiára következtében, az európai inflációval és az európai árakkal. Tehát gyakorlatilag nem nagyon van olyan ország, nem nagyon van olyan polgár, olyan ember Európában, aki ne találkozott volna a háború hatásaival a saját élete tekintetében. Most arról már nem is beszélve, hogy, hogy egyes országok a szuverenitásuk csorbulásának határán vannak a fegyverszállításokkal, mert én nem tudom, hogy tudják-e például a szlovákok még az előző kormány alatt odaadták az összes harci repülőgépüket az ukránoknak, az új szállítmányok még nem jöttek meg, úgyhogy jelenleg mi adjuk a légtérvédelmet a csehekkel közösen Szlovákiában. És még hosszasan lehetne sorolni azon országokat itt Európában, akik a fegyverszállításokkal gyakorlatilag a, a saját fegyverraktáraik kiürítéséig mentek el. Szóval, hogy miért teszik ezt? Én szerintem azért teszik, mert a futballpályáról, vagy a pályáról jól ismerik azt a mondást, hogy a legjobb védekezés a támadás. És ezek az emberek... És ezek az emberek jelenleg azt próbálják elkerülni, hogy számon kérés történjen, számon kérés abból a szempontból, hogy kik miatt adott ilyen rossz válaszokat az európai kontinens erre a háborúra, kik miatt szembesülnek az európai emberek az életük szempontjából negatív következményekkel, és hogy akkor ennek mi lesz a következménye. Politikai vagy egyéb természetű következménye. És a, a helyzet az, hogy ezek az emberek megpróbálják megúszni a felelősségre vonást, megpróbálják megúszni az eddigi intézkedéseik értékelését, megpróbálják megúszni azt, hogy az legyen a téma, hogy akkor ki, miért, milyen döntés érdekében gyakorolt nyomást amögött kiállt éppen érdekekkel, vagy miért került rá sor, és még az sem drága a számukra hogy a komplett európai kontinens hosszú távú biztonságát sodorják veszélybe azzal, hogy, hogy olyan őrült ötleteket tesznek ki az asztalra, amely egy időre persze eltolja az ő felelősségre vonásukat, de olyan veszélyt jelent Európa számára, amilyen veszélyben az elmúlt évtizedekben, hála Istennek, nem volt részünk. Úgyhogy jelenleg most ezt a optimistának talán kevésbé nevezhető de a helyzetet tudom felvázolni itt önöknek, de ez a szomorú helyzet még inkább kiemeli mindennek a jelentőségét, hogy június 9-én észnél kell lennünk mindannyiunknak. Köszönöm szépen, miniszter úr. Én azt gondolom, hogy egy tényleg kimerítő választ kaptunk, és nekem is az első gondolatom egy sóhaj volt, hogy mi azért annak a szerencsés generációnak a gyermekei vagyunk, és az itt ülők közül talán mindenki elmondhatja, akinek nem kellett a saját bőrén átélni egy háborúnak a borzalmát és hát mindent meg kellene tenni végre a világnak, hogy észhez térjen, hiszen ez, ahogy említetted is, senki számára nem fog győzelmet hozni. Maradjunk még egy pillanatig a világpolitikánál ilyen szempontból, de a miniszter úr tökéletesen fel is vezette nekem a következő témakört, hiszen június 9-e itt van már hamarosan, alig két hét a bennünket egy kettős választástól. És az előző témakörhöz igen szorosan fonódik a június 9-i Európai Uniós választás, úgymond talán tétje is. Erről szeretnélek kérdezni, hogy egy kis kulisszatitkokat is, ha megtudhatunk, hogy melyik európai frakcióhoz tervezjük a csatlakozást majd a parlamentben. Mire gondolt miniszterelnök úr esetleg akkor, amikor azt mondta, hogy el kellene foglalnunk Brüsszelt? Illetve kik lehetnek akkor a szövetségeseink, akiket talán magunk mellé tudunk állítani az észretérítés terén? Ezek a rendkívüli körülmények, amelyek ma már uralják az európai politikai viszonyokat, ezek gyakorlatilag a politi régi politikai struktúrákat tették. Tehát amíg régen a politikai térképen a vonal, választóvonal alapvetően a jobb és bal oldal között húzódott. Ma már a bal vagy jobb oldali orientáltságot felülírja az a kérdés, hogy ki patrióta és ki globalista, ki hajlandó fellépni a saját nemzeti érdekében, vagy ki nem elég bátor ehhez illetve hogy ki az, aki kimerálni a béke mellett, vagy belesimul ebben a nemzetközi liberális mainstreambe, és együtt csahol a falkával, és kelti a háborús hangulatot. Ha ez nem így lenne, akkor például nem fordulhatott volna elő az, hogy az elég karakteresen jobboldali magyar kormányzópárt az elég karakteresen baloldali szlovák kormányzópártban látja az egyik legjelentősebb szövetségesét ebben a kérdésben. Gondoljunk bele, mondjuk 12-15 évvel ezelőtt megkérdeztek volna minket arról, hogy akkor mit gondolunk ebben a kérdésben, valószínűleg nem ugyanazt mondtuk volna, mint most. A helyzet ilyen jelentős mértékben megváltozott. És ezért is van nagy jelentősége annak, egy nagy felkiáltójal, ami Szlovákiában történt ugye a közelmúltban, hogy gyakorlatilag a két európai békepárti, karakteresen békepárti miniszterelnökből az egyik ellen merényletet követtek el. Ami ennél még szégyen teljesebb szerintem az, hogy ennek nem az elítélését láttuk a közösségi médiumok egy jelentős részében, hanem szinte a vágyakozást arra sok esetben, hogy valami hasonló történjen máshol is. Ugye? Mindez mutatja az európai liberális mainstream nyomásgyakorlásának a nagyon drámai hatását. És ugye ezért a választóvonal ma, vagy június 9-én az európai politikai erők között ott húzódik, hogy ki az, aki békét akar a kontinensen, és ki az, aki nem képes úrá lenni a háborús pszichózison. És ugye itt Magyarországon is, gyakorlatilag az elmúlt két és fél esztendő során világosan felsorakozott ez a két politikai oldal. Mert hát ne felejtsék el, 2022 áprilisában, most már ugye több mint két esztendeje. És mi volt a fő különbség a választáson induló pártok között? Ugye Volt két párt, a Fidesz és a KDNP, KDNP ami egyértelműen a háborúból való kimaradás mellett érvelt, és voltak a többiek, akik azt mondták, hogy fegyvert kell szállítani, katonát kell küldeni, el kell zárni a földgázszállító vezetéket. Ugye? És a magyar emberek soha nem látott számban szavaztak a békepárti erőkre, és egy rekordot jelentő különbséggel sikerült megverni a háborúpártiakat. Az egyetlen megbocsátható tévedése volt a közöleny kutatóknak, hogy 4%-os győzelmet jeleztek előre, is 20 lett belőle, hogy a piacon is mondják, maradhat, maradhat persze, és valami hasonlóval elégedettek lennénk a következő 16-20 év választásain is. és most június 9-én tehetünk ebbe az irányba egy nagy lépést, mert hogy ugye az Európai Parlamentben van egy ilyen teljesen perverz, hogy is mondjam, kényelmes politikai szövetkezés, mert az elvileg korábban jobb oldalról elindult néppárt a szocialistákkal, a zöldekkel és a liberálisokkal alkot egy ilyen politikai tömböt. Ugye mi ezért is jöttünk el az Európai Néppártból, mert egyszerűen tarthatatlan volt az a sinkanzen sebességű barahúzás, amit, amit a néppárt ugye bemutatott. És ugye kijött annak a hatása, hogy a néppárt és a szocialisták hosszú évtizedeken keresztül koalícióban irányították az Európai Parlamentet, és úgy tűnik, hogy a szocialistáknak nagyobb nyomás sikerült gyakorolni a, a néppártra, mint fordítva, és a néppárt vált szocialist, inkább szocialistává, mint fordítva. És ugye ennek nyomán az egész ilyen pervers politikai szövetkezéstől jobbra felnőtt, az európai politika valódi jobb oldala. Meg, meg, meg ugye a baloldalon is volt mozgolódás, akiknek baloldalról volt sok az, ami történt. És látszik, hogy a békepárti erőket, ez az egész középen létrejött miskulancia, így kidobja magából. Mert itt vannak a drága szlovák barátaink, akiket már előbb említettünk, megnyerték a választást, gyorsan föl is függesztette a tagságukat a szocialisták európai pártja. Hát mit képzel, nyernek? Hát hogy lehet? És ugye a helyzet az, hogy, hogy az lesz a kérdés június 9-én, hogy ez az igazi jobb oldala az Európai Parlamentnek, amelyik szuverenista, és azt mondja, hogy nem akarunk Európai Egyesült Államokat, hanem azt mondja, hogy igenis ragaszkodni kell a nemzeti identitáshoz. És az Európai Unió attól lesz erős, hogyha erős országok, erős nemzetek alkotják. Nem attól, hogyha mindent odaadunk Brüsszelnek, aztán majd döntenek valakik, vagy bürokraták, akik azt se tudjuk, hogy kik, meg senki nem hatalmazta fel őket, semmire. Ugye ezen az oldalon vannak a valódi konzervatívok, akik, akik, mind a mai napig nem félnek kimondani azt, hogy a jó Isten vagy férfinek, vagy nőnek teremti az embert, és a formanyomtatványokon a nem kérdésnél a harmadik kocka, hogy mi a frászt jelent, azt nagyon nehéz értelmezni. Ugye itt vannak a konzervatívok, akik nem félnek elmondani azt, hogy az apa a férfi, az anya nő. És ugye ezen az oldalon vannak az igazi békepártiak is, akik pedig nem félnek kiállni a háború minél előbb békés módon történő lezárása mellett. Most a kérdés az, hogy ez a tömb, ez a család vagy politikai közösség, amely sok-sok darabból áll, ugye a nemzetek szerint válogatva, mekkora erőre tud szertenni. És nekünk itt Magyarországon az a felelősségünk, hogy a, az Európai Parlament leendő békepárti táborában minél több, táborába, minél több képviselő delegáljunk. Rajtunk nem újon. Az, hogy az Európai Parlament jobbra forduljon, hogy az Európai Parlament a békepártiság irányába fordulhasson. Úgyhogy még egy szempontból fontos az, amit június 9-én történni fog, ugyanis de előbb beszéltünk arról, hogy, hogy tárgyalásokkal lehet ne lezárni a háborút. De ahhoz, hogy két és fél év kölcsönös öldöklés után két háborúzó fél odaüljön az asztalhoz, ahhoz kell egy nagyon komoly külső hatás. Hogy ezt tanácsnak, inspirációnak vagy nyomásnak nevezzük, az innentől kezdve a politikai ízlés kérdése. De az biztos, hogy kell valami külső hatás. És ugye ezek a hatások nem ma jönnek létre, hanem valami hanem megszemélyesednek. És ugye, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy ma a nemzetközi politikában van-e olyan uh, erős országvezető, erős országnak vezetője, aki mondjuk reális eséllyel tud uh, tanácsot adni a két félnek, hogy akkor melyik asztal köré kell mikor leülni, akkor azt látjuk, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs. Mert nincsen olyan nemzetközi politikai vezető, akit vagy mind a két háborúzó fél vagy jó szántából, vagy kényszerből, de elfogadna. Igen, igen. Azért mondtam, hogy nagy és erős ország vezetői közül. És minden szavamra próbálok figyelni, még a szavak sorrendjére is. És hogyha ilyen barátai vannak az embernek, akkor mi a frásznak ellenség, ugye? De, meg ellenzéki média. De, de amit akarok mondani, az az, hogy ha most, most nincs ilyen, akkor azt kell megnézni, hogy lehet-e valamikor mondjuk a lehetőleg minél korábban, vagy minél gyorsabban. És, és erre egy válasz van, hogy ugye novemberben az óceán túloldalán is lesz választás, és ha ezen a választáson is létre tud jönni egy oldali fordulat, tehát hogyha a volt elnök Donald Trump nyerni tudna, akkor az minden eddig innél jobb és nagyobb szanszot adna arra, hogy az oroszok és az ukránok tárgyalóasztalhoz üljenek ki és megegyezzenek. És a helyzet az, hogy minden nagy stratégiát, meg filozófiát tiszteletben tartva, a politika mégiscsak egy tapasztalati műfaj. És Donald trump kapcsolatban van egy világos tapasztalatunk. Amikor ő volt az elnök, nem indult nagy háború, és amikor ő volt az elnök, akkor a még oly bonyolultnak történő kérdéseket is meg lehetett oldani a józan ész talaján állva, vagy legalábbis lépéseket lehetett tenni. És én azt gondolom, hogy ma nincsen, nincsen jobb ötlet arra, hogy ki tudná elhozni a békét a világba rajta kívül. Úgyhogy a, igazából egy jobboldali politikai fordulat az óceán európai oldalán, és egy jobboldali politikai fordulat az óceán amerikai partján együttesen el tudná hozni azt a jelenleg nagyon, hogy is mondjam, távolinak tűnő helyzetet még egyelőre, hogy a Európában és a világban is a békepárti hangok erősebbek legyenek a háború párti hangoknak. Úgyhogy nekünk kell ezt kezdeni június 9-én. Köszönöm szépen, miniszter úr. Nagyon komoly összefüggések állnak itt a háttérben, ez ugye látható ezeknél a kérdéseknél de most akkor engedelmeddel egy picikét neki állunk hazai vizekre evezni. De az első ilyen témánk az ugyanúgy azért nemzetközi összefüggésben is vizsgálandó. Hát nekünk itt a vármegyében élőknek azt gondolom rendkívül fontos kérdés, ugyanúgy, ahogy az ország életében is a Paks 2 beruházás. Azt szeretném tőled kérdezni, meg lehet-e valósítani továbbra is Oroszország közreműködésével a jelenleg is zajló és induló beruházást? mit látsz, mikor a várható az átadása a Paks 2-nek, illetve hát nekünk, mint szexárdiaknak, mert mégis csak a Várbegye mi vagyunk, nagyon fontos kérdés, hogy mit tudunk ebből profitálni, ebből a beruházásból, hiszen annak idején a Paks 1-nél is ez egy nagyon nagy fellendülést okozott. Azért szeretek beszélni a Paks 2-ről, úgyhogy köszönöm a spontán felvetést, mert, mert ezen keresztül be lehet mutatni, az elhibázott európai politikának a képmutatóságát is. Ugyanis, ha kicsit táva, tágabbra nyithatom a teleobjektívet, akkor azt hadd mondjam el önöknek, hogy 13 szankciós csomagot fogadott el eddig az Európai Unió a háború kezdete óta. 13 szankciós csomag, ami gyakorlatilag egy térd, comb, majd tüdőlövést jelentett az európai gazdaságnak. A 13 szankciós csomag totális kudarcot hozott, és ez nem egy politikai állítás, vagy egy propaganda kijelentés, hanem abból fakad, hogy ezt mondom, hogy én ott voltam az első szankciós csomagnak a tárgyalásánál is, és akkor feltettem azt a kérdést, hogy értem, hogy szankciókat akarunk bevezetni, ez a háború kitörésének környékén volt, de egyezünk már meg először a célban. És ha van egy cél, amiben meg tudunk egyezni, akkor nézzük meg, hogy milyen eszközt választunk a cél eléréséhez. Tehát ne a másik irányból jöjjünk. És akkor azt mondták, hogy egyértelmű, mi a célunk, Peter. A cél az az, hogy az orosz gazdaságot nyomjuk le a térdére, és ezzel kettő, ezzel pedig Oroszországot kényszerítsük rá arra, hogy befejező a háborút és béke legyen. Na most ugye itt vagyunk két és fél év után, 13 szankciós csomag, nagyon szuper, se közel nem jutottunk a békéhez, se az oroszok nincsenek a térdükön. Ezzel ellentétben az európai gazdaságban följegyezhettünk háborús energiárakat, háborús inflációt, immáron csak harmadik hely a világgazdasági teljesítményből való részesedés tekintetében. Szóval mit akarunk még? Csak ugye a brüsszeli logika az úgy szól, hogy oké, okay, 13-szor elrontottunk valamit totálisan, hát próbáljuk meg 14-szer is. A normális ember úgy gondolná, hát, hogy ha 13-szor belépett ebbe a bocsájába, most már 14-szer nem lép bele, hanem megkerüli, nem? És minden egyes szankciós vitánál, a mozzajló 14-nél is, mert persze hát megyünk tovább, a mozzajló 14-nél is mindig előjön az, hogy akkor az energia területét is ennél jobban szankcionálni kell. És a balti, lengyel, meg egyéb barátaink, nyilván teljesen függetlenül az amerikai meglátásoktól, teljesen függetlenül szeretném aláhúzni, folyamatosan azzal jönnek, hogy a nukleáris területet is szankcionáljuk, és ne lehessen együttműködni nukleáris területen az oroszokkal. Nekem minden egyes szankciós csomagnál kés egyre menő vitát kell folytatnom azért, hogy az energia területét ne rakják bele, főleg a nukleáris energiát ne rakják bele. És hogy hol jön a képmutatás? Ugye a, a kőolaj szállításokra most már szankciók, tehát nem lehet kőolajat venni csövön Oroszországból, vagy sehogy kivéve három országnak, Magyarországnak, Szlovákiának és Csehországnak, ami pedig abból fakad, hogy, hogy azt talán még a szívük mélyén a brüsszeliek is belátják, hogy a, bár a kutatásfejlesztés elég gyorsan halad ma a világon, de annak a kidolgozása, hogy a kőolajat vagy a földgázt teszkosszatyorban, sportáskában vagy hátizsákban lehessen szállítani, még nincs ott, hogy kidolgozhassuk. Ezért aztán marad a cső. Szakmai nevén vezeték. Ahonnan jön a vezeték, onnan lehet venni kőolajat, meg földgázt. Ahonnan nem jön, onnan meg nem lehet venni. Ez egy nem túl bonyolult összefüggés, de ennek belátása igényel némi időt Brüsszelben. Viszont annyit sikerült elérni, hogy akkor legalább mi tudunk venni kőolajat a az oroszoktól, meg a szlovákok, meg a csehek, akiknek másként ez nem adatik meg. Ugye Magyarországra jön még egy kőolajvezeték Horvátországból. Körülbelül két éve éleztük az Európai Uniónak, hogy talán akkor az energiállátásunk biztonsága szempontjából itt lenne az ideje annak, hogy kibővítsük annak a kapacitását, mert a, az energiállátás kérdés nem csak fizikai, hanem matematikai kérdés is, meg megvan, hogy mennyi energia kell, meg megvan, hogy tudnak hozni a csövek. És hogyha több kell, mint a csövek tudnak hozni, akkor baj van. És ugye ez így van a Horvátországból érkező csővel is, mert az nem tud annyit hozni, mint amennyi kell nekünk, meg a szlovákoknak, meg a cseheknek. Ezért mondtuk, hogy bővítsük ki. Mondták, szuper. Horvátok is mondták, hogy szuper. Erre mi történt? Ötszörösére emelték a tranzitdíjat. Uh, tehát ennyit az európai szolidaritásról. De a nyugat-európaiak nagyon büszkék, és így verik a melkasukat állandóan, így lenézve minket, ott, hogy hát ők megoldották, hogy az orosz olajtól most már itt megszabadultak, tehát mi itt legyünk már kedvesek komolyan venni magunkat, meg felnőni, és oldjuk meg mindezt. Ami jól hangzik, csak az a helyzet, ez egy ordas nagy hazugság. Mert mondok önöknek egy példát. Oroszország a háború kirobbanása előtt fél százalékos részesedéssel bírt India kőolaj importjában. Fél százalékban. Ma 35 százalékban részesednek, ez pont a 70-szerese a korábbinak. Korábban Európa nem volt az indiai, értik, indiai olaj vásárlói között. Ma Európa az első számú vásárlója az indiai olajnak. És mivel nem mi vesszük az indiai olajat, magyarok, viszont Európa meg veszi, ezért az a gyanúperrel élek, hogy azok veszik, akik azt mondják, hogy már nem vesznek orosz kőolajat. Ami úgy igaz, hogy nem veszünk már orosz kőolajat, csak drágábban. De ugyanazt megveszik, csak drágában, mert máshol finomítják, és ott lefölözik a hasznot. Hogy földgáz. Ugye azt is elszokták mondani, hogy mi milyen hülyék vagyunk, hogy nem tudtuk megoldani, hogy ne vegyünk az oroszoktól földgázt. Én kérdezem, hogy miért akarjunk ne venni az oroszoktól. Nem jön meg időbe, de megjön. Van olcsóbb lehetőség? Nincs. Van más alternatív lehetőség? Nincs. Akkor miért ne vegyünk? Ugye? De ők mondják, hogy ne vegyünk, és akkor mondják, hogy miért? Csak és azt mondják, hogy ők nem vesznek. Na most ehhez képest a nyugat-európai cseppfolyósított gázfogadására alkalmas úgynevezett LNG terminálokban a legnagyobb mértékben mennyiség most orosz földgáz érkezik. És mivel mi nem veszünk orosz LNG gázt, arra kell gondolom, hogy azok vesznek, akik azt mondják, hogy nem vesznek. És ugyanez van a nukleáris energiával is, ahol pedig a leg, legevidensebb a helyzet. Ugyanis, még egyszer mondom, a balti és lengyel kollégák az amerikaiaktól függetlenül folyamatosan arra próbálnak rávenni minket, hogy fejezzük be az oroszokkal való nukleáris együttműködést. Csak közben ugye kijött egy adat, amire azóta rendszeresen felhívom a figyelmüket, és ezért a gyűlöletük még elementárisabb szokott lenni, hogy ha már lehet egyetem fokozni, hogy tavaly az Egyesült Államok első számú urán beszállítója Oroszország volt. Úgy az, hogy hoppá. Több mint egy milliárd dollárért vettek az amerikaiok orosz urán. És minket meg arra próbálnak rászorítani, hogy ne működjünk együtt az oroszokkal. Én szoktam azt is mondani a nyugat-európai, meg amerikai barátainknak, hogy ugye most már én felügyelhetem személyesen több mint két éve a paksi beruházást, ami most már zajlik is, de ha kimegy az ember a területre, és akkor látja, hogy ott vannak a munkagépek, 17 ezer furat len van a Földben a 75 ezerből, mikor le lesz az összes 75 ezer, akkor annak a hossza annyi lenne, mint hogy a Plutón fúrni kezdtünk volna, és lejutottunk volna a Plutó középpontjáig. Szerintem szóval nem ott fúrunk, hanem itt, tehát ez megkönnyíti a helyzetet jelentős mértékben. Körbevettünk 40 futballpályányi területet, 23 méter mélyen, 1 méter széles betonfallal, az első beton Öntésére az év végén sor fog kerülni. Másfél millió köbméter földet már elvittünk, most megkezdjük a 23 méter mélységű történő kitermelést. A zónaolvadék csapda elkészült, nyilván mindenki tudja, mi az. Az egy, de aki nem tudja, annak mondom, hogy a zónaolvadék csapda egy atomerőmű két eszközéből az egyik, ami a leghosszabb gyártási idejű, és ez egy olyan biztonsági berendezés, ami azt biztosítja, hogy ha valami baj is van, akkor ne kerülhessenek ki mindenfajta mindenfajta ártalmas anyagok a, a atomerőmünk kívülre. Ez egy viszonylag kis eszköz, mert 16 Airbus 320-as repülőgép tömegének felel meg. A másik az a tartály, ami 330 tonna, 11 méter magas, 4,5 méter széles. Ennek a kovácsolás már megkezdődött, szóval jól haladunk, ezt akarom mondani. De ha valaki kimegy a területre, akkor azt látja, hogy a német, amerikai és francia vállalkozók önfelettem vesznek részt a paksi atomerőmű munkáiban az oroszok pénzén. Tehát a rosszatom kiválasztotta az alvállalkozókat, köztük az amerikaiakat, a franciákat, a németeket, semmi gondjuk nincsen azzal, hogy az oroszoknak dolgoznak nukleáris energia területén. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy azért ez egyrészt nyilván idegesítő is abból a szempontból, hogy akkor meg mi a francér hazudoznak ugye a politikusaik, de abban a szempontból meg jó jel, hogy azért mégiscsak megmaradt a józan ész azokban, akik két lábbal állnak a földön, és pontosan tudják, hogy együtt kell működni annak érdekében, hogy nagy kihívásokra megfelelő válaszokat tudjunk adni. És a paksi atomerőmű beruházásnál történő folyamat, meg történő nemzetközi együttműködés egy, 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 egy remény arra, hogy egyszer a normális, nem képmutató, őszinte nemzetközi együttműködés talajára vissza fogunk tudni térni. No. És hogy mit, mit ugye, profitálhat ebből a térség? Hát azt gondolom, hogy egy, mivel ez egy tizen jó pár milliárd eurós beruházás, ezért ennek a gravitációs hatása az elég széleskörű lesz, így a vármegye székhely is sokat tud majd belőle profitálni infrastruktúrafejlesztésben mindenképpen. A munkaerőfelvétel szempontjából mindenképpen. Remélem, hogy minél több helyi vállalkozás érzi magában az inspirációt arra, hogy beszállítóként, szolgáltatóként a segítségünkre siessen és beszálljon ebbe a projektbe. Úgyhogy a válaszom az, hogy igen, végig lehet csinálni, végig is fogjuk csinálni, és a következő évtized legelején rá fogjuk kapcsolni a hálózatra mind a két új paksi blokkot. Ezzel nagyjából 70%-ra fogjuk növelni a villamosenergia részarányát a magyar, bocsánat, a nukleáris energia részarányát a magyar villamosenergia ellátásban. És amit én a legjobban élvezek, az a zöldekkel való vitatkozás, hogy most akkor a nukleáris erőmű az zöld, vagy nem tudom milyen színű lehetne még, lila, újpest, zöld, de nem azért, mert fradi, hanem azért, mert, mert fenntartható. Ugyanis a helyzet az, hogy azzal, hogy rákapcsoljuk majd ezt a két új blokkot a hálózatra, a magyar Magyarország károsanyag kibocsátása évente 17 millió tonna széndioksziddal fog csökkenni. 17 millió tonna széndiokszid kibocsátást tudunk kiváltani majd ezzel a két blokkal. Most 17 millió tonna az mennyi, azt úgy kell elképzelni, hogy az másfélszerese annak, mint amit a teljes magyar közlekedési szektor egy év alatt kibocsát. Másfélszer annyi. Háromszor annyi, mint amit a magyar erdők fel tudnak dolgozni egy év alatt. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ez nem zöld, meg nem környezetkímélő, akkor már tényleg nem tudom, hogy mi zöld és mi környezetkímélő. Mindenesetre azt gondolom, hogy akik józanul, értelmesen tudnak gondolkozni, azok egyet értenek abban, hogy ilyen nagy mennyiségű villamosenergiát, ilyen megbízhatóan, ilyen olcsón, Ilyen környezetkímélő módon nem lehet előállítani, mint ahogyan majd a két új paksi blokkkal lehet. Úgyhogy próbálunk belehúzni. Minden nap foglalkoznom kell a témával, mert azért nem egyszerű, tehát ilyen szokták mondani, biciklitáról atomerőmű, tehát nem, nem, nem azonos nehézségi fokok, tehát minden nap kell vele foglalkozni, hogy menjen előre az ügy, de én most úgy látom, hogy jó vágányon vagyunk. Nagyon szépen köszönöm, ezek mindenképpen biztató pozitív hírek. És akkor most megint egy kicsit a témakörnél szeretnék ragadni, amíg miniszter úrnak hagyunk egy percet, legalább egy kis frissítőre. Bocsát, néhány mások tökéletes, köszönöm. Kormányzati stratégiaként hallunk nagyon pozitív híreket mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a dél a gazdasági megerősítése egyre inkább napi van. Mi, akik itt élünk ebben a régióban, és ezt őszintén valljuk, úgy érezzük egy kicsit magunkat, hogy ebben a 30 évben a rendszerváltás óta eltelt időben egy kicsit mi hátrányos helyzetbe kerültünk. Láttuk, követtük Nyugat-Magyarország, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarországi befektetéseket, ide érkező külföldi tőkét és segítséget, Hát mi nagyon-nagyon várnánk ezzel kapcsolatban is valami pozitív hírt, akár Pécs és környékére valami olyan nagyobb befektetés, de nem is akarok elébe vágni, hiszen én azt gondolom ezzel a kérdéskörrel is te is élénkkel foglalkozol. No, hát a következő van itt a, ugye a keleti és a nyugati rész közötti gazdasági különbségek, mindenkinek evidensek voltak az elmúlt évtizedekben, azt hiszem és, és nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy ezt átadjuk a múltnak, és azt tudom mondani, hogy nagyjából mostanra sikerült. Tehát azzal, hogy a Debrecen, Miskolc, a Debrecen tengelyt megerősítettük úgy nagy beruházásokkal, hogy több tízezres nagyságrendben jöttek létre új munkahelyek. Európa és a világ legmodernebb gyárai épültek fel, ezzel a kelet-nyugati kiegyensúlyozás megtörtént. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy rá kell fordulni a dél-nyugati országrészre. Ugye a délkeleti keleti országrészben a, a nagy kínai autógyár Szegedre vitelével szintén egy nagy lépést tettünk előre, de a dél-nyugati országrészben még itt a nagy lehetőség, hogy egy nagy vadat elejtsünk, és még egy jó nagy beruházást ide tudjunk hozni az országba. És azért mondom ezt így, mert én pontosan látom azt, hogy egy ilyen jó nagy beruházás az nagyon sok közepes, meg kicsit indukál. Tehát egy nagy kell ide a térségnek, és az majd szépen berobantja a fejlődést. És erre van is biztató tárgyalássorozat. Ugye Bicsért környékén, Baranya megyében kijelöltünk egy nagy, majdnem 600 hektáros ipari területet, Egyébként Szexárdon is vannak elég jó ipari területek, van egy 50 hektáros is, amit a hozzám tartozó beruházás összönzési ügynökség kezel, tehát itt is melózom azon, hogy jöjjön ide a beruházás, csak majd mindjárt mondom, hogy miben tudnátok segíteni. A, tehát a Pécsi Reptér fejlesztése, a Paksi beruházás, a 60%-os támogatás intenzitás, ezek mind-mind arra irányulnak, hogy ezt a térséget most egy ilyen látványos fejlesztésnek indítsuk. Most ez nekem azt kellene itt Szexárdon, hogy legyen olyan polgármester, meg olyan testület, aki hajlandó együttműködni. A helyzet ugyanis az, hogy, hogy, hogy nagyon nehéz olyan helyre beruházást vinni, ahol egyszerűen nem lehet szót érteni a városvezetőivel. És sajnos volt ilyen, nem egy-kettő az elmúlt esztendőben. Volt olyan is egyébként, ahol az ellenzéki polgármester felmérte hogy, hogy mégiscsak őt azért választották meg az emberek, hogy jobb legyen a településének, és ehhez bizony hát együtt kell működni a kormányjal, mert amúgy nem megy, és akkor együtt működtünk. Sose beszéltük meg azt, hogy mit gondolunk a világról, mert sok közös pontunk nem lett volna, de az éppen elég közös pont volt, hogy az ott élő embereknek jobb legyen. És ugye, amikor a Szegedre vittük a kínai autógyárat, akkor se beszélgettünk arról, hogy alapvetően filozófiai kérdésekről mit gondolunk, hanem egyetértettünk abban, hogy a szegedieknek jó lesz, ha oda nagy autógyár megy. Oda is ment. Na most, hogyha van egy, van egy szembenállás a testület meg a polgármester között, akkor gyakorlatilag el lehetetlenül a normális értelmes munka, el lehetetlenül a fejlesztés, el lehetetlenül a távlati gondolkodás. Ezért nekem abban tudnának segíteni, hogyha itt egy ilyen egyértelmű helyzetet teremtenének. Itt ez a tíz kiváló jelölt, plusz egy, hogyha őket meg tudnák választani, és nem csak a polgármester, hanem a testület is egy irányba tudná húzni, egy irányba tudna húzni, akkor itt Szexárdon hatalmas lehetőségek nyílnak, mert egyrészt a paksi beruházás gravitációja, másrészt a délnyugat Magyarországra fókuszáló gazdaságstratégia, a kijelölt ipari terület itt, mind-mind abba az irányba mutat, hogy itt, itt tudnánk jó eredményt elérni. Még így, is, hogy, még így is, hogy szalajtotta a bicikli a Covid alatt is, egy csomó vállalatnak adtunk támogatást, hogy ne kéne elbocsátani a munkavállalóit, de valahogy jobb lett volna, hogyha a parlamenti képviselő, polgármester, testület egy irányba húz. Most a parlamenti képviselő adott, reméljük sokáig, úgyhogy mellé kéne egy jó polgármestert, meg testületet választani, ebben kérném az önök segítségét, és azt kérem önöktől, hogy június 9-én is számíthassunk önökre, és június 9-éig is még arra kérném önöket, hogy egy ilyen utolsó nagy hajrát vigyünk végig. Annak érdekében az európai parlamenti választáson is, meg a helyi választáson is a narancs legyen a megoldás, és ez legyen világos mindenki számára. Úgyhogy azt kívánom önöknek, hogy itt Szexárdon is majd június 9-én este győzelmet ünnepelhessünk, és utána pedig, kedves polgármester uram, készen állok a közös munkára annak érdekében, hogy a délnyugat Magyarország fejlesztésére irányuló kormányzati stratégiából Szexárd minél többet profitálhasson köszönöm szépen neked a meghívást, meg a vendéglátást, és köszönöm szépen önöknek, hogy ilyen szép számban összegyűltek ma itt a Babics művelődési központban. Úgy hallom, hogy kiváló vezetője van ennek az intézménynek, aki akár <coughs> nagyobb feladatok végrehajtására is alkalmas lehet. És akkor, és akkor én, pedig, én pedig elpályázom Kalocsára, hogy, hogy ott is megpróbáljam kevésbé rontani a jelöltünk esélyét. Miniszter úr, ennyire szépen felvezetten már, hadd legyek a házigazda jogán egy kicsit, még akkor udvariatlan, és ígérem, hogy egy rövid kérdés, de szerintem ismerve a te tudásodat, nagyon gyors választ is tudsz erre adni nekünk. Ehhez a témakörös csatlakozott volna még az M9-es fejlesztése. Ugye egy másik olyan kitörési pont nálunk, amely logisztikai központként is, meg szexuális stratégiai semmi. helyzetét felhozta volna, innyen és innyen semmi. megígérem, el. hogy ez az utolsó. Köszönöm. Uh, uh, nagyon kedves vagy. Uh, tehát az M9-es kapcsán azt tudom mondani, hogy most már két szakasznak az előkészítéséhez szükséges munkálatok is megindultak. Uh, az m 9 es szexuális nélkül nem lehet beszélni, tehát uh, az ellenzéki az ellenzéki Na, tessék. Bravo. Az ellenzéki jelölteknek nyugodtan mondjuk el, hogy nem kell itt az álhíreket terjeszteni a városban, az M9-es, nélkül nem 9 es úgyhogy abban reménykedem tényleg, hogy, hogy itt a háború nyomán előállt gazdasági nehézségek Ken úrá tudunk lenni, az inflációt már leszorítottuk, az energiára kezdenek visszatérni a normális medrükbe, és akkor megint azok a fejlesztési források, amik meglettek volna, a rendelkezésre fognak állni, és akkor a szexárdiak élete szempontjából is egy érezhető pozitív fordulatra kerülhet sor. Úgyhogy rajta leszünk ezen is, ezt tudom igenni. Ennél szebb zászlót azt hiszem nem is mondhattunk volna. Én nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm neked, hogy ennyi időt szántál ebben a rendkívül zsúfolt időszakban is. <Szor>